Legfőbb keresztény könyv a Biblia nem kevés titkot rejt magában. Az egyik közülük két ószövetségi könyv, az Ezsrás könyve és Nehemiás könyve. Ezekben a könyvekben az szerepel, hogy Jeruzsálemet Nabukadnezár babiloni király seregei foglalták el és teljességgel lerombolták. 70 év múlva pedig a várost újra felépítették. De a Bibliában nem szerepel, hogy Jeruzsálemet a korábbi helyén építették újjá, vagyis ott, ahol a babiloni seregek általi lerombolásáig állt. Érdekes másik tény is, mert hogy a Bibliának volt néhány szerkesztése, és különböző szerkesztési kiadásokban Jeruzsálem építésének a leírása eltér egymástól. Például a bibliai orosz zsinati fordításban, amelyet a 19. században adtak ki Jeruzsálem építéséről szóló történetekben, újjáépítették szó szerepel, újjáépítették a falakat, újjáépítették a kapukat. Habár a Biblia korábbi változatában, amelyek a 16. században adtak ki a szadazása és a szadizása szó szerepel, azaz építették, az adódik, hogy abban a könyvben, amelyben nincs korábbi változata, egyenesen és határozottan gyakorlatilag új Jeruzsálem építéséről van szó, nem pedig korábban lerombolt helyreállításáról. Könnyen kicserélvén az építették szót az újjáépítették szóra, és későbbi biblia szerkesztőinek el kellett képzelniük, hogy Jeruzsálem a korábbi folyóváros helyén épült fel. Állítólag a régi pedig nem az új helyén. De akkor felmerül a történészek kérdése, pontosan hol épült fel Jeruzsálem? A moszkvai Jeruzsálem. Két oroszországi tudós, Fomenko és Nosovsky már sok éve dolgozik az igazi történelem új kronológia alapján történő helyreállításán. Ez alatt az idő alatt tanulmányoztak több száz régi krónikát és dokumentumot, a szerző matematikai és statisztikai módszereik segítségével a bibliai szöveget elemezve a két tudós olyan eredményt kapott, amely őket magukat is megdöbbentette. Az egyik meglepő tény, amelyet felfedeztük a Biblia elemzésekor, annak a felfedezése volt, hogy az Ószövetség ismert Nehemiás könyvében a moszkvai Krem az időszámításunk 16. században való építésének a leírása szerepel. Mi magunk is nagyon megdöbbentük attól a gondolattól, hogy a Bibliában szerepel a moszkvai Krem építésének a leírása. Mi erre a gondolatra eredetileg tisztán kronológiailag jutottunk. A kidolgozott rendszerük alapján azt kaptuk, hogy a Jeruzsálem építésének a leírása valójában a 16. századra vonatkozik. De a középkori történelem ezen időszakában nagyobb, lényegesebb birodalmi főváros építése csak egy volt. Ez a moszkvai Krem építése. Szeretném aláhúzni, hogy a kutatásaink szerint a moszkvai Krem építése a 16. században század eseménye, nem pedig a 15. századi, amikor építették. A bibliai és a középkori leírás összehasonlítása megmutatta, hogy ténylegesen van értelme feltenni kérdést arról, hogy a Bibliában Jeruzsálem építésének a leírása a moszkvai Kremre vonatkozik-e. Az első pillantásra Fomenko és Nosovsky feltételezése arról, hogy Bibliában a moszkvai Krem építésének a leírása szerepelhet, paradoxként hangzik, hiszen úgy tartjuk, hogy Jeruzsálem építése, amelynek a leírása Nehemiás könyvében szerepel, sok idővel Krisztus születése előtt történt, azaz több mint 2000 éve ezelőtt. Hogy jön ide a moszkvai Krem? S két tudós miért jutott arra a következtetésre, hogy ennek a régi várnak az építése nem a 15. században, hanem a 16. században történt. A hivatalos történelem azt állítja, hogy Iván Kalita fehérkőből épült kremje felváltotta a harmadik Iván cár idejében épült kremmet, s ez az időszámításunk 15. századában történt.
De időszámításunk 16. század közepéig rettegett Iván uralkodásának leges legelején szörnyű tűzvíz semmisítette meg a Kremlt, ezért rettegett Iván újjá kellett építenie. De az új kronológia két szerzője ezzel abszolút nem ért egyet, meg vannak győződve arról, hogy rettegett Ivánnak a Kremlt nem újjáépítette, hanem a semmiből építette. Erre közvetlen utal a moszkvai várfalai építéséről szóló könyv. Elfogadott dolog úgy vélni, hogy az első falsáv építése, vagyis Krem falaié a időszámításunk 16. század elején fejeződött be. A várfalak második sávjának a felhúzása pedig, amelyet úgy hívnak, hogy Kitai város, csak 1600 évre fejeződött be. Ez a tény különleges figyelmet érdemel, mert a város számára semmi sem fontosabb, mint az erődítmények védelme, különösen az állam fővárosa esetén. Az általánosan elfogadott történelmi változat szerint az adódik, hogy időszámításunk 15. századában Moszkva építő is és az állam vezető is nem gondolták végig, hogy az épített várak több sornyi várfalra van szüksége. Az ország felé háborúk indultak el, Moszkva cserrel elfoglalta a krími kán, a moszkvaiak pedig vártak 100 évet, hogy a 1600. évre végre felépítsék a második sor várfalat, a harmadik falat pedig a Fehér várost pedig egyáltalán csak a 17. század elején építették. Az adódik, hogy ahhoz, hogy megerősítsék saját városuk védelmét az akkori idők hadászati stratégiai döntésével összhangba, az orosz vezetőnek csak nem 200 évre volt szükségük. Habár például Konstantinápolyban pontosan ilyen hármas várfalsáv volt, de ott egyből megépítették, logikus feltételezni, hogy Moszkvában is az építés ugyanilyen szabályok szerint történt. Ha nem rendelkezett volna erődítményeket, kell a moszkvai Krem környéken ellenséges zsákmányá lett volna, de tudjuk, hogy időszámításunk 16-17. Századában egyetlen egyszer sem vették be. S még egy érdekes tény, ez a könyv osztrák diplomatáé Sigismund Herbensteiné Feljegyzések Moszkváról címmel. Herbenstein báró kétszer látogatott el Moszkvába 1517-ben és 1529-ben. Ebben a könyvben a legnagyobb részletegességgel leírja az utazását Moszkvába, sőt az elbeszéléshez mellékelte a moszkvai Krem részletes terrazzát. De érdekesség, hogy ennek a terraznak külsőleg nincs semmi köze a jelenleg is álló Kremhez. Mindenki, aki legalább egyszer látta moszkvai Kremlet, tudja, hogy bástyák és kapuk és székesegyházak száma ezen a terrazon nem esik egybe a krembeliekkel. Külsőleg nincs benne semmi közös a valósággal. Az egyetlen hasonlóság abban van, hogy a terrazon ábrázolt város akárcsak Moszkva két folyó összefolyásánál található. Az általánosan elfogadott történelemváltozat időrendje szerint Herbenstein utazásának idejére a moszkvai Krem építése már befejeződött. Az osztrák diplomata miért nem a mai moszkvai Kremet ábrázolta, hanem valamilyen másik várat? Sajnos a történészeknek nincs egyértelmű válaszuk erre a kérdésre. Ma elfogadott dolog úgy vélni, hogy ez valamilyen általánosított terraz. Az új kronológia két szerzője változata szerint viszont ebben nincs semmi furcsa. Herbenstein egyszerűen nem tudta megrajzolni a moszkvai Krem helyes terrazzát, mivel utazásának ideje alatt még nem volt meg a Krem. Legjobb esetben még csak épült, s végleges alakját és képét még nem nyert el. Mikor jelent meg a Biblia? Elfogadott dolog úgy vélni, hogy Bibliát több mint 2000 éve ezelőtt írták, de akkor az oldalra hogyan kerülhetett magának a moszkvai Kremnek az építése, amely csak a időszámításunk 16. századában történt. Német történész úgy véli, hogy akkori idők építészetei
egyszerű mintának vették az ókori Jeruzsálem leírását a Bibliából, Nehemiás könyvéből, és a moszkvai várat ezzel a leírással pontos összhangba építették. Az új kronológia két szerzője ezt a változatot sem tartják meggyőzőnek. Az a helyzet, hogy a Biblia szövegek kora túlságosan meg van növelve. Mint azt feltételezzük, a Bibliát teljes egészségben még a időszámításunk 16.-17. századáig is írták vagy szerkesztették. Mi nagyon sokáig foglalkoztunk a Biblia megalkotásának a kronológiájával, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a Biblia a jelenlegi alakjában elég késői könyv. A Biblia ma bizonyos könyvek gyűjteménye, és sokan gondolják, hogy eléggé régen írták. Van, aki azt mondja, hogy 1000 évvel ezelőtt, van, aki ott több él, többel. De valójában a bibliai kánon összeállítása nem olyan régi. A 16. századig az Ószövetség és az Ószövetség könyvei külön-külön léteztek. Egységes kánonuk pedig egyáltalán nem létezett. Az orosz okmántárokban több mint 500 szláv biblia kézirat található a időszámításunk 11.-13. századában. Ezek evangéliumok, zsoltárok, apokalipszisek és mások, de nincs egyetlen egy biblia sem a szó mai értelemben. Lehet, hogy valakit meglep az a tény, hogy a időszámításunk 15. századában az Újszövetségben több könyv volt, mint ma, az Ószövetségben pedig ellenkezőleg a könyvek egy része még hiányzott, csak később jelentek meg a kanonikus gyűjteményben. Más szavakkal, még a időszámításunk 16. századában is az Ószövetség még nem volt teljes. Erről konkrétan az akkori idők főegyházi könyve tanúskodik, Kornce, amelynek listáit különösen gondossággal állították össze. Az első nyomtatott Bibliát csak 1581-ben jelent meg Oroszországban. Ez Ivan Fjodorovics híres Osztrozsovszki Bibliája. Mellesleg a kiadáshoz írott előszavában az orosz nyomdász leírta, hogy a nagy nehézségekbe ütközött a széthordott bibliai könyvek keresésekor. Nos, az első orosz krónikás biblia megjelenésének időpontja szólva bizonsággal csak a 16. század nevezhető meg. A többi pravoszláv népnél pedig a krónikus biblia még később jelent meg. A görögöknél például csak 300 évvel Ivan Fjodorovi után. Ez mellesleg a 19. század. Ami pedig Európát illeti, ott a bibliai kánont a katolikus egyház csak a Tridenti zsinaton 1545-ben foglalta el, azaz a latin kanonikus biblia megjelenésének az ideje ugyanaz a időszámításunk 16. század. A hagyományos történelemnek nincs egyértelmű és észszerű magyarázata a külön-külön lévő bibliai szövegeknek közös kánonból való annyira késői egyesítésére. Ugyanígy nincs érthető magyarázat arra, hogy időszámításunk 16. századában az Ószövetségben miért nincsenek még benne bizonyos könyvek. Judité Makabosoké nincs benne, Esediás két könyve, és nincs benne Nehemiás könyve. Ez azt jelenti, hogy ha időszámításunk 16. századában az Ószövetségben még nem volt benne Nehemiás könyve, akkor a moszkvai Kreml építői nem tudták példának venni. Ha ellenben feltesszük, hogy ezt a könyvet csak a 16. század végén jelent meg, akkor az adódik, hogy a Kreml építésével egyidőleg keletkezett, s lehetett az ezeknek az eseményeknek a krónikája. A bibliai történet állítólagos eseményei nagyon sok információt tartalmaznak, nagyon sok észszerű következményt, amely fontosak nagyon sok ember számára ma is. Ezért hipotézis arról, hogy a Bibliának az időszámításunk 16. század eseményei az nem irigyellendő tény. Ez nagyon komoly tény. Nagyon sok esetben megváltoztatta a véleményünket nem csak Moszkva történelmével kapcsolatban, hanem egész Biblia történetével kapcsolatban az Ószövetségé. Most pedig ismételjük meg a Biblia Nehemiás utazását, és egyedi példákon nézzük meg, hogy mennyire megdöbbentően hasonlít egymásra a moszkvai Kreml és az Ószövetségi Jeruzsálem. Erre fenn használjuk a Nehemiás könyvének szövegét,
amelyet nem egy Bibliából vettünk, hanem három különböző évi kiadásból. Az a helyzet, hogy a Biblia szövegeket nem egyszerűen csak átmásolták és újra kiadták, hanem kiadásról kiadásra még alaposan át is írták. Ezért a különböző szövegek összehasonlítása kutatásainkat pontosabbá teszik. Ez az Ostrozsonszki Biblia 1581-ben adták ki. Első nyomdász Iván Fyodorovics volt a konstantini Ostrozsonszki fejedelem megbízásával. A második példány az Erzsébeti Biblia Repint kiadása, amelyet Elizabeth Petrovna cárnő első Péter cár lánya parancsára adott látott napvilágot, s 1751-ben végül a mai olvasó számára leginkább hozzáférhető orosz biblia, amely a zsinati fordítás néven ismert, amely 1876-ban jelent meg. Nehemiás könyve szerint Jeruzsálem várfalának építésekor 6 várkapu készült. A felépítésük leírása például ugyanazon szófordulat szerepel. Építettek ilyen kapukat és ajtókat építették belőjük. Ismert, hogy a moszkvai Kreml a várkapukból pontosan 6 épült, annyit, amennyit a Biblia szerint a jeruzsálemi várban volt. Jelenleg néhány kapu be van falazva, de a moszkvai Kreml telvarazának számos régi 16.-7. századi végi ábrázolásán éppen 6 kapu van bejelölve. Ez jól látható Kreml első pontos térképén, amelyen az a név szerepel, hogy Kremlen-na-grad, vagyis ami magyarul Kreml városának felel meg. Az első kapu, melyről Bibliában említés esik, az a Juh kapu vagy Csorda kapu. Ez a kapu megfelel a Spasszki kapunak a moszkvai Kremben. A Bibliában Jeruzsálemi kapunak nevezik. Ezt a Jeruzsálemi kapunak építését, mivel Vaszili Blazsenszki székesegyház mellett építették, Vaszili Blazsenszki székesegyház, ez Jeruzsálem. Az, hogy Jeruzsálemi kapu fel van tüntetve néhány középkörű metszeten, konkrétan az egyik Moszkva környéki helység Új Jeruzsálem nevű múzeumában kiállítva. A patriarcha világvasárnap éppen ezen a kapun keresztül hajtott végre jelképes bevonulást Szamárkócsinkon a moszkvai Jeruzsálembe, a magasztos Pokrovszki székesegyházban. Ez a szertartás szamaragolás volt, amely jelképezte Jézus Krisztus bevonulását Jeruzsálembe. Ezt a kaput hívták meg Frolovszki kapunak is. Lehetséges, hogy nem messze Spaszinszki kaputól valaha állt Szent Frol temploma. Azért ismert, hogy két szent, Flor és Lavor, a lovas Ménes és Ökörcsorda védőszentjének számítottak, ezért a tiszteletükre nagyobb állatcsoport Ménes a Csorda közelében templomot emeltek. A Kreml régi terrazzain a kereskedő a Spaszinszki kapu mellett a Pokrovszki székesegyház mellett árusító helyként vannak megjelölve, amelyeken különböző fajtájú vadállatok bőrét, szörmét forgalmazták. A moszkvai folyó rakpartján pedig Kremmel szemben van a Juh pásztor rakpart, úgyhogy a Spasszki kapu neve teljesen lehetett Juh kapu is, és Jeruzsálemi kapu is. A Juh kapu után Bibliában a hal kapuról beszél, teljesen megfelel neki a Konstantino Jelenyiszki bástya kapui. A nevét ez a bástya két szent Konstantin és Jelen a templomáról kapta, amely nem messze Kremtől titkos kertjében volt található. 1917-ig ez a templom egyszerűen közhasználatban lévő templom volt, 1928-ban a bolsevikok elrombolták. Kezdetben a bástya átjárható volt, azaz a Kremlbe vezető kapui voltak. A 18. században Konstantino Jelenyiszki bástya átjáróját megsebesítették, a kapu pedig befalaszták. A moszkvai Kreml Konstantino Jelenyiszki kapujával szemben kapui helyén korábban kereskedősorok álltak, halat árultak. Ott mind a mai napig van hal köz. Így ezt a helyet teljesen jogosan lehet halas helynek nevezni.
A következő kaput a Biblia régi kapunak nevezi, s Nikolajski kapu felel meg neki. Moszkvai Kreml fala mellett haladva, Spaszinszki kaputól a Vörös téren jobbra odaérünk ehhez a kapuhoz. A Nikolajevski, vagyis más néven Nikolajski Krem kapu a Nikolajski görög monostorról kapta a nevét. Nem messze volt található Nikolajski utcán. Ez az utca ős idők óta nagyon nevezetes volt az oktatási intézményeiről, könyvet árusító állványairól, nyomdai udvarairól. A monostori épületek mellett helyezkedik el az épület, ahol ma a Történelmi Archívumi Intézet található. Az időszámításunk 16. századában pedig ebben a házban volt a moszkvai nyomda udvara, igazán távoli tipográfiai Ivan Fyodorov éppen itt nyomtatta az első orosz könyvet, de Nikolajski monostornak volt másik elnevezése is, Nikoló régi. Így módon Nikolajski kapu teljes neve hangozhatott így, hogy a régi Nikolajski kapu, s ez a név akárcsak a Krem többi kapujának neve teljesen egybeesik a bibliai kép. Utána az a kapu következik, amelyet az Osztrosovszki Biblia mocskosnak nevez. Ez erzsébeti biblia pedig rohadtnak. A moszkvai Kremben a leírásuk meglepően megfelel a trockii kapunak. A trockii bástyát és Kutav bástyát trockii híd köti össze. A Nyeglinka folyón keresztül építették, és a Kremmet a folyó jobb partjával kötötte össze, amelyet úgy hívnak, hogy Zanyeglinyé. A 15. századában Nyeglinka zavaros és mocskos folyó volt. A patakjai nagyon kellemetlenek voltak, és mindig tele volt dobálva a szeméttel, amelyet ide dobáltak be az összes környező lakhelyről. Tehát egyáltalán nem volt mocskos maga a kapu. Menjünk tovább, a Borovicki kapu a Bibliában az úgynevezett völgy kapu felel meg neki, vagy más néven a völgy kapuja. A Borovicki bástya a Borovicki domb délnyugat lejtőjén helyezkedik el, eredetileg a bástya nagyon erős volt, amelyet fasátor borította. Beépített boltív alapján ítélve a kapu nem a dombra felnyitotta még az utat, hanem csak a Krem lába felé. A dombainak nevezték régen a Krem helyének a alacsony fekvő részét. A víz felőli lőrés pedig a bástyára oldalra esik, s csak később építettek hozzá a 17. század végén. Ezért a kaput, amely a Krem dombjára vezet, eredetileg hívták völgykapunak vagy völgykapujának. A völgykapujának említése után a Bibliában vannak tökéletesen egyedülálló adatok, így hangzik. S építettek 1000 könyöknyi falat a mocskos kapuig. Ez az egyetlen távolság, amelyről említés esik a jelenlegi Bibliában Jeruzsálem építésének leírásakor. A bibliai szerző hosszúság mértékegységét könyöknek nevezi, könyök. Ez a mértékegység sok népnél használták, de etalon sohasem volt erre a hosszúságra. A könyök ízülettől a kinyújtott középső ujj végéig húzódó távolságnak felel meg. Ahhoz, hogy megállapítsuk a fal hosszúságát a völgy kaputól, Naoszki kapu között próbáljuk meg alkalmazni a régiségben legelterjedtebb hosszúságmértékét, a szíriai könyököt. És utána összehasonlítsuk az így kapott számot Kremli Trocki és Borovszki bástyák közötti távolsággal. Vegyük elő az enciklopédiát és nézzük meg, hogy mi is az a szíriai könyök. Látjuk, hogy a szíriai könyök korában 37 centi volt, alkalmazzuk a Bibliában említett mocskos kapu és a völgykapu közti távolságra, s 370 méter kapunk. 1000 könyök 370 méter. Ha ezt a távolságot összehasonlítjuk a Krem Trocki és Borovszki bástyai között távolságok, akkor különbség mindössze 10 méter tesz ki. Ez nagyjából megközelíti a bibliai távolságot. A különbség csak 10 méter. A megfelelés tökéletesen eszményi. A befejező említés a Bibliában a forráskapu építéséről esik.
A moszkvai Kreml terrorizál, ennek a Kremben a rejtekhely bástyáján elhelyezkedő kapu felel meg. Csak ez a kapu volt található a moszkvai Kreml falának a moszkvai folyó mentén húzódó szakaszán. A rejtekhely bástyában voltak oldalsó kapui is, a víz felüli lőrései is. A bástyákat kőhíd kötötte össze, a lőrésekhez felhúzható híd segítségével jutottak fel. A rejtekhely kapu volt a legfontosabb Krem folyó felüli oldalán védelmi rendszerében. Volt benne titkos kút, rejtett kijárat a moszkvai folyóhoz. Így a moszkvai Krem mind a hat kapuja megfelel a bibliai forrásoknak, s olyan ellenvezésük van, amely teljesen megfelel a bibliaiaknak, s éppen olyan sorrendben helyezkednek el, mint amelyben a bibliai Jeruzsálem kapujának a felsorolása is van. A megfeleltetés egyszerűen eszményi, s ezzel még nincs vége. A kapubástyákon kívül Nehemiás könyve közli, hogy Jeruzsálem várfalaiban voltak kapu nélküli bástyák is. Hasonlítsuk össze ezeket a leírásokat a moszkvai Krem külső arculatával. A Nehemiás könyv szerint Jeruzsálem Juh és Hal bástya között található Mea és Hanelea bástyája is. A Kremben a Juh és a Hal bástyának a Spasiszki és Konstantin Jelnyiszki bástya felel meg. Közöttük szintén van két bástya, Nabatin bástya és a Cári bástya. Ráadásul a Cári bástya a fal fölötti építmény, többi bástyáról eltérően nem lép ki a Krem falából. A monda szerint még maga retteget Iván cár figyelte ebből a bástyából, hogy mi folyik a Vörös téren, ezért is hívják cárinak. Olvassunk tovább. A régi bástya és a második kapupár között említés esik még egy bástyáról. A Nehemiás könyvben a Kemence bástya néven szerepel. Nézzük meg a Kremt. A régi kapu a mi esetükben Nikolajski kapu, a másik kapupár pedig nem más, mint ugyanabban a faluban található Trocki és Borovicki kapu. Így az adódik, hogy Trocki és Borovicki kapu közt található Sarkív, vagy más néven Arzenál bástya. Első ránézésre nincs semmi közös a Kemence és a Sarki név között, de az a helyzet, hogy a régiségben minden sarkon elhelyezett építményt nem úgy hívták, mint ma, hanem máshogy. Ezért nincs kizárva, hogy bibliai szerző a bástya elnevezését hallva a későbbiekben egyszerűen összekeverte a hangsúlyt. Ugolonja szót helyett ugolnaja szót értett. Ebből a ugolnaja szó pedig felidézte benne Kemencét, s így a bástyát is Kemence bástyának nevezte. Érdekes az is, hogy Jeruzsálem építésekor Nehemiás könyvében csak erről a három kapu nélküli bástyáról esik említés. A moszkvai Kremlre pillantás vette, ez nem tűnik furcsának, mivel a leírt leghatalmasabb várbástya és még két másik bástya a Porovszki székesegyház szemben helyezkedik el. Azok a bástyák, amelyekről jól látható a Vörös tér, amelyen a közepén a Moszkvában az összes fontos esemény történt. Nos, végigmentünk a moszkvai Krem fal mentén külső oldaláról, most pedig menjünk belőle és próbáljuk megfontolni a bibliai Nehemiás utazását a moszkvai Krem belsejében. Az első épület, amelyről Nehemiás könyvében szó esik, a zsinatű fordításból nem messze található a forráskaputól Dávid grádja, városa és a cári kert. Az Osztrozsovszki Bibliában a cári kert helyett a cári stognája, amely lépcsőfok vezetnek fel Dávid városából a forráskapu, a Fomenko és Novoszovszki változata alapján nem más, mint a rejtekhelyi kapuban lévő kapu. A Stogni nem más, mint a Székesegyház tér.
Dávid grádja, városa pedig a cár palotája. Most pedig térjünk vissza a Kreml régi leírásához. A középkorban ezen a helyen a cár palotája volt található, és csak a 19. század közepén épült itt fel a nagy kremli palota. A cár régi palotájától a régi Sztereimói palota, az aranycári fegyvertár és a gránát palota, éppen a gránát palotából való kiárat a Székesegyház térre, a cári szárnyon keresztül vezető lépcsőn. Teljesen megfelelés adódik. Dávid városa a cári palota, a lépcsőfok, amely a térre vezet, nem más, mint szép vörös szárny, amely kivezet a Kreml Székesegyház térre. Éppen ezen a szárnyon mentek ki az orosz uralkodók, hogy megjelennek a népenek. Innen mentek tovább Juspenszki Székesegyházhoz, Karnevára. A szép szárnyról és a szép lépcsőről hangozottak el a cári parancsok, ukázok, úgyhogy nem meglepő, hogy éppen innen kezdődik a bibliai történet. Nehemiás utazási útvonalán tovább haladva helyezkednek el Dávid sírhelyei. Az Ostrozsoski Bibliában ez a elnevezés Dávid sírja. Mi a közös a sírban és a sírhelyben? Az a helyzet, hogy a Vertjeb szó eredeti jelentése zárt helyet jelent. Ezért az Ostrozsoski Bibliában, amely a temetkezés helyett Vertjeb megnevezi, pontosabb, mint későbbi zsinati fordításban, amely csak sírhelyekről számol be, hiszen a sírhelyek lehetnek a szabad ég alatt is. A Kreml területén keresztül vezető útokon helyezkedik el az Arkangyali Székesegyház. Ez a székesegyház mind a mai napig az orosz cárok temetkezési helye. A székesegyház belső terének a legnagyobb részét sírhelyek foglalják le. És ez nem meglepő, mert Mihály arkangyal nem csak katonaság pártfogója volt, hanem a lelkek kalauza is holtak birodalmába. Nehemiás tovább menve a hősök udvarán találja magát a halásztorony mellett, derítsük először is ki, hogy mi az a halásztorony. Az Ostrozsoszki Bibliában az áll, nagy üggyel bajjal jött létre, azaz építették, tehát Biblia valamilyen építményéről beszél. A halásztorony elnevezés nagyon hasonlít a halkapura. A Kremlben, amit azt tisztáztuk, a halkapu Konstantinó Jelinszki bástyában volt található. A Kreml Mlinagrad térképen Konstantinó Jelinszki bástyával szemben helyezkedik el a hősök udvara, vagyis másképpen fegyveres udvar, íme az egyezés. A bátrak udvara és a halásztorony érdekes, hogy a zsinatű fordítás szerzői a ribarika leírásban valamiért kicserélték a nagy ürüggyel bajjal létrehozott kifejezést a kiásott mesterséges tóra. Ezzel a nem túravasz módszerrel a bástya átalakult mesterséges tóvá. Odaérve Nehemiás útvonal a következő állomásához, ismét szembesülünk azzal, hogy Bibliát átírták és kiegészítették. Döntsék el maguk, az Ostrozsoski Bibliában az a helyzet, hogy ahol Nehemiás írt, ott így néz ki a legerősebb sarokkal szemben a bejáratnál. A zsinati fordításban ez már máshogy van. A fegyvertárról szemben a sarkon. Mindkét leírásban szerepel valamilyen sarok, de a zsinati fordításban a fegyvertárról esik említés, az Ostrozsoszki Bibliában nincs semmilyen fegyvertár. Miről is van itt szó? Folytatva az utonunkat a halásztoron szerint, azaz Konstantinó Jelenszki bástyától a Kreml fala mentén, a Nikolszki bástyáig, odaérünk a hatalmas sarki, illetve arzenál bástyához. Amint azt már elmondtunk, ez a Kreml legnagyobb, leghatalmasabb bástyája, amely a saját súlyánál fogva mélyen a földbe süllyedt, és jelenleg a legerősebb bástyát helyesen nevezik a legerősebb soroknak. És mi a helyzet a zsinati fordításból a fegyvertárral? Valóban éppen itt volt található a Kreml fegyveres udvara, és mintha ismét teljesen egybeeséséről lenne szó. De ez a helyzet, hogy csak 1701-ben épült,
Első Péter parancsára, az időszámításunk 16. századában pedig semmilyen fegyvertár itt még nem volt, ezért nincs róla szó az Ostrozsovszki Bibliában. Érthető, hogy az időszámításunk 16. század szerzője olyannak írja le, amilyen az ő idejében volt. De vajon valaki miért egészítette ki a zsinati fordítást a fegyver szóval? Lehet, hogy ezt valaki egyszerűen tudta, hogy milyen Jeruzsálemről van szó valójában? A fényképen a sarkon baloldalt Nehemiás odaír a fenséges főpap házához, ahhoz, hogy haladjon ebben az irányban, a moszkvai Kremben le kell fordulni balra az Arzenál bástya sarkától. Elmenve néhány jelentéktelen építmény mellett a Patriarcha házban találjuk magunkat az Uspenszki székesegyház mellett. A moszkvai Patriarcha ház, vagy esetleg a Uspenszki székesegyház a Biblia teljesen helyesen nevezik fenséges pap főpap házának. Időközben visszatérünk oda, ahol elkezdtük az utazásunkat, a moszkvai Krembe. A Székesegyház térre az utolsó épületnek Nehemiás útvonalán nem más, mint a magas oszlop a cári palota körül. A cári udvar a Székesegyház teret dombon található, a bibliai szerző pedig elmegy egészen a kanyarig, sőt egészen a sarokig. Milyen oszlop található Krem cári palotája mellett? Ez a nagy, retteget Iván híres harangtonja. Meg kell jegyezni, hogy időszámításunk 16. századában nem úgy nézett ki, mint most. Tényleg oszlopra hasonlított az építmény bővítmények, csak a 17. században épültek hozzá. A bibliai ezt a építményt olyan oszlopnak nevezi, amely nagy magasságban nyúlt fel. A moszkvai Krem kalauz, negyedik nagy Iván harangtornyát pedig három árbócos, oszlopszerű épületnek nevezi. Továbbá a Biblia közli, hogy a főtérről Nehemiás megy a lókapuhoz, lefordulva a Székesegyház térről jobbra megy, egyenesen Borovicki kapuhoz megyünk. Oda, ahol most a fegyvertár található, korábban külön lovas udvar, vagy más szóval lovas argamár helyezkedett el. Ez a Borovicki kapunak már a második említése Nehemiás könyvében, s ismét teljes egybeesés. Kétszer említődik azonban nem csak a Borovicki kapu, hanem Trocki kapu is. Nehemiás az utazása végén Hamifkát kapunál, vagy másképpen a bírósági kapunál találja magát. A Trocki kapu hivatták nem csak mocskosnak, hanem bíróságinak is, mivel mellettük balról belülről volt található a legfelsőbb udvari bíróság. Ezzel a jeruzsálemi város helyének leírása véget ért. Mit hattunk ki a Kremben haladva a Nehemiás jeruzsálemi útvonalának pontos leírását követve? Mi csak azokat a építményeket hattuk figyelmen kívül, amelyek a Kremben a 16. századnál jóval később jelentek meg, a 18., 9., sőt a 20. évszázadban. A Bibliában felsorolt valamennyi régi épület neve és helye teljesen egybeesik a moszkvai Krem hasonló építményével, sőt egybeesik Nehemiás könyvében Jeruzsálem melletti táj és Krem melletti táj leírása is. Lehet mondani, hogy a sárkányforrás nagyon érdekes pillanat volt. A Biblia szerint Nehemiás utazik Jeruzsálembe, s a sárkány forrása Biblia szerint a Dávid kapujától nem messze található, s tényleg a moszkvai Krem Borovicki kapuja a völgy kapujától volt található, s hogyha valóban úgy értelmezzük, hogy a ördög sárkántól van szó,
Erről egyébként maga Nehemiás is így ír: az ördög, az sárkány, akkor a sárkány forrás nem más, mint az ördög kéz. Ez megegyezik azzal, amit bibliai leírásokban van, és ami Moszkvai Kreml régi térképein látható, egybe az egyebe esés megdöbbentő. Ez Moszkva Precsisztyenszki nevű területe. Ezen a helyen a Kreml Borovicki kapujához vezető utat kis folyó Csertoly szerte át. Volt ki folyócskának nevezte, volt ki pataknak, itt helyezkedett el a város Csertoszki kapuja. Moszkva várfalainak harmadik sávjában 1658-ban Alexei Mihajlovics cárparancsáról átnevezték. Az új neve Precsisztyenszki tér lett. Mellette piasztér alakult ki. A Csertoly egyenesen azért ezen a téren folyt, sok kellemetlenséget okozott a polgároknak. Első után a patak megduzzadt, elöntötte teret vízzel. Ezért 1870-ben föld alatti csőbe zárták, 1933-ig itt állt Pokrava Nagrádzi templom. Most a helyén a Krapotnyiszki metroállomás felszíni építménye áll. Nem messze van egy köz, amely mind a mai napig úgy hívnak, hogy Csertoszki. Jeruzsálem építészeti helye különlegességeinknek a leírásán kívül a Bibliában van érdekes leírás is a régi Jeruzsálem éghajlatáról is. Forduljunk az Ószövetség még egy könyvéhez, Esdrás első könyvéhez, amelyben leírás szerepel Jeruzsálem helyreállításáról. A könyv konkrétan arról mesél, hogy Jeruzsálem lakóinak be volt jelentve, hogy a városi térre gyülekezzenek, és itt ismét azzal szembesülünk, hogy kiadásról kiadásra a Biblia szövegét readaptálták és változtatták. Íme így írnak erről az eseményről az Ostrozsovszki Bibliában. És miután összegyűlt az összes júdeai és benjamini Jeruzsálemben, a 9. hónap 20. napján, és az összes ember leülvén az Isten háza előtt, didergett a bűneiktől és a hidegtől. Sok ember van, és havas az időjárás, és nincs igazi erő. Így egyenesen Ostrozsovszki Bibliában le van írva, hogy Jeruzsálemben előfordultak havas telek, ráadásul olyan hideg volt, hogy az emberek nem tudták állni az utcán. De a behavazott térről szóló leírás csak Ostrozsovszki Bibliában maradt meg, a későbbi szövegekben ismét látható a szerkesztői javítás. Az Erzsébeti Bibliában a havas idő mondatot kicserélték téli időre, így egyetlen szó cseréje eltüntette nyomait a havas zord térnek az Ószövetségben. A zsivatai fordítás szerkesztői pedig még tovább mentek, s teljes egészében törölték a hóra való utalásokat a Bibliában. Most a jelenlegi kánoni Bibliában ezen mondatok így hangzanak: a nép nagyszámú, s az idő most esős, nem lehet utcán állni. Nos, a hideg északi éghajlat leírása fokozatosan így tűnt el a Bibliából. Természetesen a Bibliában arról esik szó, hogy elkezdődött az eső, és megijesztette az ott álló harcosokat, elkezdtek topogni, a gyűlést abba kellett hagyni. Ez furcsa lett volna, mert nem lehet megijeszteni harcosokban edzett harcosokat. Amellett Palesztinában honnan volt erős eső? Ott forróság van, sivatag.
Természetesen Nehemiás régi szövegének a leírása, ahol hóról és hidegről esik szó, kategórikusan ellentmond a jelenlegi Palesztina és Izrael éghajlati feltételeinek. Természetesen ahhoz, hogy csökkentsék az ellentmondást, szintén végrehajtották ezt az átszerkesztést. Nos, összehasonlítottuk a Kremt Jeruzsálem építésének leírásával Nehemiás könyvéből, és beláttuk, hogy az új kronológia két szerzőjének az elmélete nagyon meggyőzőnek tűnik, habár paradoxonnak is. Ez az új történelmi változat teljesen nem illik bele a hagyományos történelem hazugságaiba, de a történelem vívmányát nem csak valaki által írt könyvek tanulmányozása jelenti, hanem a múlt új jelenlegi még nem ismert tényeinek állandó keresése, alapos tanulmányozása, lehet, hogy nem csak a tanulmányozása, hanem a átértékelése is. Ezért Fomenko és Novoszorszki kutatásai lehetővé teszik számunkra, hogy lássuk a történelmi események másik igazi képét. Ez a kép egyelőre előzetes, mi még csak hipotézisekkel állunk elő, de jól megfelel a bibliai leírásoknak. Még egyszer ismétlem, nem minősül kitalációnak, mi csak megkísérleljük tisztán formálisan megmagyarázni a kronológiát, amely szerint a bibliai leírás Jeruzsálem építéséről, lerombolásáról, a időszámításunk 16. századáról vonatkozik. S mindazonáltal jelenlegi emberek, különösen ha vallásos, nehéz lesz elfogadnia ilyen történelmi változatot. Ha Nehemiás könyve Jeruzsálemről szólva valójában a moszkvai Kremről mesél, akkor a bibliai szerző miért nem írta meg egyenesen azt, hogy a Moszkváról, az orosz fővárosról van szó? Miért kellett mindent így összekeverni? Nem kell azt gondolni, hogy a szerző szándékosan álcázta Nehemiás szövegét azért, hogy felismerhetetlen legyen. Nem, ez olyan emberek írták, akik értették a saját nyelvüket, a jelképeket, az egyedi jellemzőket. Ez a könyv eredeti krónika, amelyet a 16. században írtak, teljesen valós eseményeket ír le, de természetesen a saját nyelvén, a saját konkrét elnevezéseikkel, mint például a krembásáit, akár csak a építés főhőseit. Valószínűleg nem csak a időszámításunk 16. századában, hanem később is, hogy a Nehemiás könyvében Krem építése van megírva, megértették az orosz főváros lakói is, és a külföldiek is. Ez a moszkvai első nyomtatása Bibliának a címlapja, amelyet 1663-ban adtak ki Alekszej Mihajlovics cár parancsára. A lap közepén Moszkva tervrajza van ábrázolva. A tervrajz fölött felirat helyezkedik el. Kelj fel, Jeruzsálemben, s alakítsd át a várat az imáiddal. Megdöbbentő, hogy ezt a feliratot valamiért tükör alakúra formázták, lehet, hogy valamit titkoltak a beavatottaktól. Az adódik, hogy itt a Moszkvát egyenesen Jeruzsálemnek nevezik. Az időszámításunk 19. század orosz történelmével kapcsolatban Ivan Zabelin a Moszkva városa története című könyvében leírta, hogy a tiszta lelkű németek, akik Moszkvába érkeztek, a várost Jeruzsálemnek nevezték. Nincs másik olyan főváros, amely még akár csak közelebbbe is férhetne moszkvai Kremmel, s természetesen ez a építkezés, mint világra szóló építkezés, megdöbbentette a világot abban az időben, és mindenki el volt ragadtatva attól a látványtól, amit mindenki elé tárult. Arról az érzéstől, amelyet kiváltott a tükröződött Bibliában is, nincs abban semmi meglepő, hogy abban ilyen nagyszabású esemény szerepel. A moszkvai Krem építésének a története nem az egyetlen felfedezés, amelyet a új kronológia két szerzője tette a bibliai szövegek kutatása során. Fomenko és Noszovszki a saját szerzői módszereit felhasználva már néhány évtizeddel foglalkozik az emberiség igazi történelmének helyreállításán.
Nagy mennyiségű dokumentumot tanulmányozva, egymással összevetve arra a következtetésre jutottak, hogy a bibliai eseményekből bennünket nem 2-3 vagy 4000 év választ el, hanem jóval kevesebb, és ami a legfontosabb, ezeknek az eseményeknek a többsége a középkori Oroszországban zajlott, és ez azt jelenti, hogy a történelmünk részének minősülnek. Fomenko Novoszki el kellett végezni a legvilágtörténelem eseményének teljes helyreállítását, hogy az események megfeleljenek az új helyes kronológiának. Erről majd következő filmünkben beszélünk, amelynek a címe Történelem helyreállítása.